Na, fog, elengedtelek. Fogjad. Jó? Ugye ezt? Fogjuk? Jó? Itt vagyok? Közösségépítő program részesei lehettek a második dombóvári terminderbire kilátogató családok. Az Életfa Nagycsaládos Egyesület törekedett rá, hogy a 7 állomásos rendezvényen mindenki találhasson kedvére valót. A szervezetnek vannak kimondottan csak a tagságnak szóló programjai, de mint ez is, nyitott eseményeik is, amelyel sokakat szeretnének megmozgatni, mondta el az Egyesület elnökségi tagja. Tavaly volt az első, és igazából ez a szüreti fesztiválok hangulatát egy kicsit új szemlélettel közelíti meg. Különféle játékos feladatokat adunk a gyerekeknek, családoknak, olyanokat, amikben őszi terméseket és betakarított terményeket kell felhasználni. A kalandos próbatételek alkalmával nem csak a testet, de az elmét igénybe vevő feladványok is vártak a családokra délelőtt folyamán. A talicskás ügyességi feladat mellett a rovásírás is helyet kapott a feladatok sora között. A Kovács család, akik 5 gyermekkel érkeztek, fontosnak tartják az Egyesület programjait. Mindig törekszünk arra, hogy olyan programokon vegyünk részt, ahol minden korosztálynak megfelelnek a lehetőségek, és ez például egy ilyen program, ahol a kicsitől a nagyig mindenkit be tudunk vonni, és együtt tudjuk tölteni az időt. A hagyományteremtő rendezvény jövőre is várja majd az érdeklődőket Dombóváron.